Szia, szevasz, üdvözlöm mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon, képzeld el, betegek vagyunk, az egész család beteg, én is megbetegedtem, a múltkori videót ugye amikor láttátok, a múltkorit, nektek a tegnapit, a kajakos videót azt egy héttel ezelőtt filmeztem, hazajöttem, estén én úgy belázasodtam, megnátásodtam, egész héten beteg voltam, és most már kezdek jobban lenni, a feleségem is, a Lucas is, a Deus is még mindig beleg, nem tudom, hogy mi történik, de nem vagyunk még mindig a legjobban, de ez nem fog visszatartani abban, hogy ma nem menjek el és kivigyem egyet a hajót, ugyanis most már egy hete nem vittem sehova. Tegnap már azért jobban voltam, ma is jobban vagyok, úgyhogy gondoltam, hogy fogjuk és kivisszük egyet a hajót, legalábbis megnézzük, hogy olyan idő van, és egy kicsit ilyen felhőses idő van, esett az eső is tegnap. Úgy van, kivisszük! Elmész, mi történt a szobában? Te! Két perccel ezelőtt voltam itt. Két perccel ezelőtt voltam itt, elmentem a kameráért, itt rend volt, hiszen vagy nem, de itt rend volt. Ez a szék nem volt itt. Mit? Szervusz, mi? Mi? Milyen? Az a fáj, ez nem jön le, lejön? Ez kalt? No. Ez kalt? Nem, no. Nem jön le a fáj, te... Amúgy! Van hozzátok egy kérdésem, a címben most már lehet, hogy tudjátok, hogy elolvastátok, biztos, hogy elolvastátok. Bejövök ide a Lucas szobájába. Ugyanis csináltam valamit, nem olyan túl régen, jelentkeztem nem másnak, mint katonának, képzeld el, és behívtak. Ami nem jelent mást, mint hogyha ugye elmegyek katonának, akkor többet nem lesz YouTube videó. Mindjárt elmagyarázom, hogy miért jelentkeztem, és a kérdésem hozzátok a következő, hogy szerintetek, elmenjek, vagy ne menjek? Tudom, hogy ugye ez az én döntésem, meg a család döntése, de gondolom, hogy, vagy gondoltam, hogy ide a videó alá írjátok meg, hogy ti mit szóltok hozzá. Ugyanis úgy döntöttem, hogy jelentkezek katonának. Tehát nem olyan katonának akarok menni, aki kap egy puskát és elkezd ugye lőni mindenkit, meg megy ugye a háborúba, hanem ez a rendes katonaság, de lehet jelentkezni például festőnek, lehet jelentkezni tankszerelőnek, hát nem csak olyan katonának, ugye, aki megy a háborúba és lövi az embereket, meg megy ugye a háborúba. Tehát van több ilyen kirendeltség, vagy nem tudom, hogy minek ugye hívják. A legközelebbi az itt van mi nálunk kb. 70 km-re, és hogy elmegyek katonának, ugye minden egyes nap majd reggel oda kell mennem, este meg ugye hazajövök. Nem tudom, hogy minek jelentkeztem, ugyanis jelentkeztem, és be kell mennem, ugyanis beívtak, eldöntik, hogy mire leszek alkalmas, meg mire ugye nem, és utána kiválaszthatom ugye, hogy mit akarok. Tehát mehetek például festőnek, mehetek mondjuk fogorvosnak nem, mert azt sokat kell tanulni, de mehetek benzinkutasnak például, de elmehetek ugyanúgy ugye rendesen lőni az embereket, a rossz embereket ugye háborúba, hogyha kell menni. De, hogyha elmegyek, mindegy, hogy minek mész, még hogyha festőnek is mész, végig kell menni a kiképzésen. A kiképzés az 80 nap. Itt én Sydney-től nem olyan túl messze, New South Wales-ben, ami körülbelül tőlünk egy ilyen 10 órás autóútra van, vagy másfél óra repülővel, és ugye elvisznek, és 80 napig van a kiképzés. A kiképzés az úgy működik, hogy 80 napig nem jöhetsz haza, senki nem nézhet meg. Reggel 6-tól este 10 óráig van a kiképzés, 7 napon keresztül, ami elég hosszú, és utána felraknak ide engem valószínű Brisbane-be, ugye meg lehet kérni, hogyha van hely, reméljük, hogy lenne hely. De! Hogyha felvesztek katonának, ugye mi a katonaság mindenben segít, az állam mindenben segít, ugye fizetés elég jó, kapsz házat, ilyen hozzájárulásszerűen, meg hasonló dolgokat. Tehát ezért gondoltam, hogy mi lenne, hogyha jelentkeznék, és jelentkeztem, és behívtak jövő hét után szerdára. Megmutatom neked, még mielőtt valaki azt hiszi, hogy csak ez is clickbaites videó, mert mindig olyan videókat csinálsz, hogy csak rákattintsanak. Mi múlt a cápás, amikor mentünk cápára vadászni, és nem láttunk cápát, és sokan mondtátok, ez clickbait volt. Na mondjad, milyen helyzet? Na várok, mire várunk? Hova viszel? Na most hova viszel? Húzod a gatyámot? Tudai! Innen valamit akarta a Davis. Mutatom a meghívómat, vagy minek mondják. Hát itt van a levél, ami ugye e-mailbe jött, próbálom takarni, amit lehet látni, amit nem. Oda van írva december 19/2018 reggel 9 óra, ahogy látjátok. Szóval, csak gondoltam, megmutatom nektek, hát ha valaki nem hiszi el. Úgyhogy nem tudom, kérdezik hozzátok a következő, szerintetek
Jó ötlet, vagy nem jó ötlet? És hogyha elmegyek, abban biztos, hogy nem jó ötlet, hogy 3 hónapig a családot egyáltalán nem látom, de 3 hónap után pedig sok minden jóval jár. Lehet, hogy nem is festőnek menjek, hanem lehet, hogy valami teljesen másnak. Gondoltam, hogy elmegyek, hogy benzinkutasnak, tankolom a tankokat, vagy hasonló, vagy ilyen kamionvezető, vagy ilyen traktor, vagy ilyenek vezetőnek mondják. Na minden, ma meglátjuk. Ha gondoljátok, hogy ide a videó alá írjátok meg, hogy kinek mi a véleménye. Vagy ki van a katonasságnál. Bár lehet, hogy az ausztrák katonasság más, mint a magyar, nem tudom. Én annak idején katona nem voltam, akkor még volt katonasság, mikor én abban az időben voltam, de hátam miatt ugye engem nem vittek el, mert akkor voltam műtétem. Most a hátam miatt egyelőre nem tudom, hogy felvennének-e vagy nem vennének-e fel, bár azt írták, hogy hát problémával is felveszel, csak nem olyan dolgot fogsz tudni csinálni, például nem mehetsz el vadászpilótának. Ami ugye nem is akartam lenni. Na mindegy, úgyhogy gondoljátok, majd írjátok meg, hogyha most húzom magamat, vagy hozom magamat, és én elmegyek, megnézem a jót, meg lehet, hogy kivisszük. A Davis az itthon marad, mit csinálsz? Hogy úszhatod a széken? Mutatok gyorsan valamit. Órát még mindig nem vettem, múltkor kérdeztem tőletek, hogy Apple órát vegyek, vagy Seikót, vagy Casiót, és hoztam egy ilyen Seikós magazint. Ezek a Seiko órák jelenleg le vannak árazva, és itt az én órám, amit néztem, hol van? Itt van. Ez az a kék óra, ami tetszik. Várjál, ebbe is bent van. Itt van. Hoztam, látod, 2 ilyen magazint, és most karácsonyig le van az összes árazva. Ami mindig nem döntöttem el, hogy Apple órát akarok-e venni, vagy Seikót. Bár most néztem a Garmint is, ezt az Instinct órát. Nem tudom, hogy ismeritek, vagy nem. Az is tetszik, egyszerűen nem tudom eldölteni, hogy Seiko legyen, Apple Watch legyen, ugye ez az Apple óra, vagy ez a Garmin, meg még akkor ugye a Casio van. Na mire? Amúgy az idő már elég jó, 28 fok van, és reggel várjál, 8:44 perc van. Elment ez a nagy 40 fokos meleg, ugye ami múlt héten volt. Valószínűleg azért lehet, hogy azért fáztam meg, vagy nem tudom, a Davis-től kaptam-e, vagy nem. De múlt héten rettentő meleg volt, ugye. Hogyha elmegyek ugye katonának, akkor a YouTube videók valószínű, hogy ugye nem lesznek, mert nem lehet videózni, főleg abban a pár hónapban, amikor mondjuk a kiképzés meg minden. És utána, amikor hazajövök, mire hazaérek, ugye ahol kell mennem dolgozni meg vissza, biztos, hogy nem lesz idő YouTube-ozni. Úgyhogy ez is egy hátrány, mert szeretek ugye videózni, szeretek YouTube videókat készíteni, meg mindenféle fajta videót. Meg van sok hátránya, én azt mondom, de van sok előnye is. Úgyhogy ezért, nem tudom, nehéz a döntés. Én azt hiszem, nehéz a döntés. Nem tudom, mennyit lehetett látni, mennyit nem. Kikötöttem ide a kamerát előre, a hajónak az elejére, hát ha többet lehet látni. Hoppá, most ledobjuk a vasmacskát. Leeresztettük a horgonyt, a vasmacskát. Én ide belőtte meg a kötelet. Nem tudom, hogy milyen mélyen vagyunk, de kb. Olyan, én azt mondom, olyan 5 méter lehet kb. A mélység. Engedtem azért közelet, nagyjából 5 méter próbáltam leszállni, ugye kicsit többet. Úgyhogy várunk, ott egy hajó. Megnézzük, hogyha nem megyünk hátrább, akkor azt jelenti, hogy a vasmacska ugye megállt, valamivel belekapaszkodott. Hogyha megyünk hátrább, és mondjuk azt a hajót ott elkerüljük, akkor tudjuk, hogy a vasmacska nincs jól lent. Úgyhogy még kell ereszteni a kötelem, vagy kell venni egy nagyobbat, ugye múltkor mondtam. Hogy itt van, onnét jöttünk, onnét. Itt van egy pár ilyen hajó. Ezek itt alszanak, sokan itt laknak rajta. Ott is jön egy gyorsabb hajó. Úgyhogy olyan messzire nem mentünk el. Úgyhogy gondoltam, hogy kihozom egyet, mert rettentően. Ugye szeretek kijönni a vízre, csak hogyha beteg vagy, meg lázas, mert lázas voltam, 38 volt a lázam. Lázasra nem jól jönni a vízre.
Na minden, úgyhogy most lehet, hogy egy kicsit megreggelizek. Nem kicsit reggelizek meg, hanem megreggelizek. Aztán megiszünk egyet, és megyünk körbe-körbe majd valamerre. A hajón sok mindent nem csináltam amúgy, ugye múlt hét óta. Én nem tudom miért, de nagyon elkapott. Az a szerencsé, hogy ez a videó, meg a Mikulásos videó, ugye előre volt filmezve, vasárnap filmeztem a Mikulást is, és estére komolyan mondom, én rosszul voltam, hogy nem viszed el. Na minden. Most azért kezdek jobban lenni, lement a lázam két nappal ezelőtt. Az óra még mindig folyik, a torkom már annyira nem fáj, úgyhogy azért nem megyünk be és nem fogunk úszni. Na minden. Úgyhogy együnk aztán, menjünk valamerre. Megregeliztem. Amúgy tudod mi az érdekes az egészben? Én múltkor azt mondtam kettő hétre ezelőtt, hogy a héten, hogy megyek több felé, ugye, mert szabadságon leszek. Szabadságon is voltam, de mondtam, vagy esni fog az eső, vagy beteg leszek. Míg esett az eső, még beteg is voltam, hogy nem mentünk sehova. Nézd, ilyen hullámok jönnek. Lehet, hogy annyira nem lehet látni. Az előbb elment egy ilyen nagyobb hajó, meg jön ott egy másik is a háttérbe, és ilyenkor a hajó ringatózik egy jó nagyot. Mert ez nem is olyan nagy hullám még. Amúgy terveztem, hogy elmegyek oda fel éjszakra, és ott tartok le egy éjszakát vagy kettőt. Ott vannak azok a át lehet menni oda arra a szigetre, ott van az a hajóroncs, ahol le lehet búvárkodni, és gondoltam, megnézzük, vagy én egyedül, vagy apukámmal, vagy nem tudom, az öcsémmel, a Lukasszal nem hiszem, ugyanis a Lukasz nem hiszem, hogy el akar jönni egy egész éjszakára, vagy kettőre, ugye a semmi közepére. És kint van a víz közepén, nem a víz közepén, de ugye kicsit távolabb van ugye a parttól, nem ettől a parttól, hanem onnan följebb. Körülbelül egy ilyen egy napos út oda, vagy másfél ezzel a hajóval, ha csak nem utánfutóval viszem fel, és a parton egy fél nap, 6 óra a túloldal. Úgyhogy át kell menni a nagy vizen. És nem lett belőle semmi, majd talán egyszer a jövőbe, majd meglátjuk. Nézd, a hajó lelassított. Látod-e vagy nem, de az akkor egy vitorlás hajó, te? Szerinted lesz egyszer nekünk ekkora vitorlás hajunk? Szerintem az életben sohasem, te! Ez nagyon szép. GoPro annyira nem lehet látni, hogy mekkora, de hatalmas. Úgy ott van egy ilyen nagy jakt is. Ennek a jetskisek is. Csak a hullámot akarom filmezni, jön erre. Nem tudom, mennyire lehet látni, szerintem kamera annyira nem lehet érzékelni, de ezek azért már elég nagyok. Mondjuk mire ideérnek, talán nem lesz olyan nagy, de meg fogja mozgatni a hajót szerintem elég rendesen. Na figyelj, jön! Kamera nem lehet látni. Amúgy hiszed vagy nem, de jobban szeretek ezen a részen lenni, ugyanis itt nincs annyi ember, meg hajó, meg jetski, ugye vannak itt körbeállnak, de hova szoktunk menni arra felére, az mindig annyi ember van általában, itt olyan csendes, és ide kiülsz egyet, aztán nézed a vizet, meg a semmit, míg a delfinekre vártam, de nem jöttek a delfinek. Pedig azt hittem, hogy lesznek, de nem jöttek. Amit akartam mondani, hogy ha elmegy arra a fenti részre, ugye, arra éjszakról a semmi közepére, régen nem mertem volna oda menni, és kicsit tartottam ugye mindentől, a hajótól, a víztől, de most már hozzá szoktam, sok mindent ilyen megtanultam, és ugye nem kell félni, mert ha akármi baj van, tudsz hívni segítséget, van ilyen masina, amit ha hogyha van a hajóba, szemben most mond, nincs, de kell venni, és hogyha megnyomsz egy gombot, mert baj van, akkor kiküld egy jelet, és jönnek és kimentenek. Úgyhogy nem kell félni, de nem mindegy, ahogy mondtam, majd meglátjuk. Úgyhogy most felhúzom a horgonyt, aztán azt, hogy megyünk arrébb, valamerre felfelé, megyünk egy kört, aztán lassan hazamegyek, és megebédelünk. Ugye mire hazaérek, addigra lesz ebédidő. Na már valaki jön, úgy látom. Egy jetski! Megy. Úgyhogy valószínű, hogy visszamegyünk arra felé. Horgonyt felhúzzuk. De még mielőtt felhúzzuk, mutatom, hol aludnék. Az ajtót most csak ide beraktam. Vagy ott elől, ugyanis hogyha ide befekszek, ez egy ágy. Ülja! Inkább gyerekeknek, de be lehet feküdni. Mondjuk a lábannak kellene hátulra menni. Látod? Mozog a hajó. Lábadnak kéne hátulra menni, a fejednek pedig ide, de így beférek. Nem sok hely van, hogyha nem itt aludnék, akkor mutatom, hogy hol van a másik ágy.
itt, hogyha az asztalt lerakjuk, akkor innétől odáig egészen be lehet ugye feküdni, a harmadik ágy pedig ott van, ahol most nincsen semmi, csak az a ládám van ott, úgyhogy három személyes, három, négy, kettő is fér, ugye? Aztán kellene vennem egy vécét, mert nincsen vécé a hajóba, meg mit kéne vennem? Ilyen nagy tortály vizet, ugye, hogy tudjak zuhanyozni, lehet kapni ilyen zuhanyt, ilyen külső zuhanyt, tehát itt le tudnák kint zuhanyozni. Aztán meg fog vinni ugye benzint. Ha lehet, hogy felraknám a vitorlát és megpróbálnám vitorlázni, ugye ott a nyitottabb vizem, nem hiszem, hogy valaminek neki mennék. Úgyhogy, na minden, ma meglátjuk. Bár én úgy gondoltam, hogy először inkább csak motorozok. Biztos, ami biztos, mert vitorlázni egyáltalán nem tudok. Megmutatom, hogy hogyan indítjuk, ugyanis régen nem tudtam, hogy kell ezt csinálni. Ugye a horgonyt húzzuk, a motort indítjuk, mert hogy felhúzzuk a horgonyt, ugye a hajó elkezd menni, valaminek neki akarsz menni véletlenül, azért mindig aggódni szoktam, hogy felhúzom a horgonyt, és addigra a víz ugye elvisz, mert rettentően viszem ugye a víz. Hogy mit kell csinálni? Mutatom, mit kell csinálni. Fogjuk, beindítjuk a motort, berakjuk ugye üresbe, itt van középen, aztán egy kézzel berántjuk, vagy nem. Na, csak sikerült. Motor addig hadd menjen. Utána pedig felhúzzuk a horgonyt, addig kikötlek titeket ide. Ehhez a vasdarabhoz. Na, remélem, hogy lehet látni. Megyek, felhúzom a horgonyt, motor megy. Sebességbe, és mehetünk. Arra egyenesen valamerre. Megvan mindenünk. És megyünk. Megmutatom, mi a teljes gáz, a végsebesség. Lassan mész rá, akkor még ekkora hullám nem bizony, hogy felburít, de azért nagyobbnál vigyázni kell. Ez ott jön kettő kisebb is, kisebb. Nem is olyan kicsi a másikhoz képest, ugye kisebb. De szerintem azok simán, de ő is lelassított, látod? Azt is megemelte azért. Úgyhogy mi most leszünk a következők valószínű, de mire ide ér, addigra már nem olyan túl vészes. Látod? Ó, szépen átmegyünk. És hajjá! Csak kapaszkodni kell! Na, leesett a horgonyunk! Gyönyörű! Várjá! Azt hiszem nagyobbak voltak a hullámok, mindenre számítottunk. Kimegyek, ugyanis itt a csatorna, ugye ez a fő csatorna, ide ki kell menni, aztán kiemelem vissza a horgonyt, kiteszem, hogy véletlen belesen a vízbe. Aztán elveszítjük, vagy húzzuk magunk után. Na, visszatettem az elejére. Semmi gond, de mehetünk tovább. Nem estünk bele a vízbe. Ott vannak az elején az emberek, kint nézegetnek, meg filmezik egymást. Aztán megint nagyok lesznek a hullámok, jön ilyen 2-3 nagyobb hajó. Neveljük a horgony, ne vessük engem bele a vízbe, de... Valami, próbálom lefilmezni, berakom a kamerát a vízhez közel.
De átmentünk, már elég furcsa hangokat adott a hajó. Nyitom az autót, menjünk haza. Amúgy szeretek ilyen így reggel vagy délután. Inkább kora reggel vagy később délután, nem napközben, ugyanis napközben rettentő meleg van. Közel talán ki tud már jönni a Davis is, ugyanis rettentően várt, hogy ki tudjon jönni, de még mindig beteg. Úgyhogy én ezt a mai videót azt hiszem, hogy most lassan befejezem. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, ugye attól függ, hogy mikor nézitek, hogy szoktam mondani, és hogyha gondoljátok, ide a videó alá írjátok meg a véleményeteket, hogy mit gondoltok. Lehet, hogy nem lesznek a jövőben tovább videók, ilyen YouTube videók, vagy lesznek tovább. Attól függ. Majd meglátjuk. Gondolkodjunk rajta. Na, sziasztok!